Vagy van talán két hazám? Meg lehet. Mert hazamegyek, amikor megyek, és hazajövök, amikor jövök. Országszerte és a határokon túl is megemlékezéseket tartottak június 4-én az első világháborút lezáró trianoni békedekrétum aláírásának 101. évfordulóján. A háborúban vesztes Magyar Királyság és a győztes antant hatalmak közti szerződés értelmében a magyar népességből 300 ezer kerültek Ausztriához, 3,5 millióan Csehszlovákiához, 5,3 millióan Romániához és 4,1 millióan Jugoszláviához. A döntés 23,4 millió lakost érintett Magyarországon. Az összmagyarság addig kétharmada 7,6 millió fő maradt, és ezzel együtt az ország területe is kétharmadára csökkent. Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Dombóváron is megemlékezést tartottak e nap kapcsán. A Pécsi Nemzeti Színház színészei adták elő versekkel és dalokkal tarkított műsorukat a nemzeti összetartozás terén. Békeszerződés. Így nevezik. Így nevezik azt, ami nem ígért örök békét, de örök békétlenséget. Nem nyugodalmat, de folytonos nyugtalanságot. Nem szeretetteljes együttműködést az emberiség nagy és nemes céljai elérésének érdekében, de széthúzást és ellenszenvet alkalmas teremteni a népek között, és új és hosszantartó viszályok csíráját hinti el mesterségesen. A kényszer hatása alatt ezt az úgynevezett békeszerződést aláírjuk. De a lehetetlen dolgokra senki nem lesz kényszeríthető. Pintér Szilárd dombovár polgármestere azt mondta, erről a napról mindenképpen méltó módon szerettek volna megemlékezni, most, hogy a járványügyi helyzet ezt lehetővé tette. A mögöttem lévő emlékmű mindenkinek hosszú időn keresztül fogja mutatni, hogy mi történt 101 évvel ezelőtt. A mai ünnepség ma már abban a formában jöhetett létre, hogy megálmodtuk, hiszen a pandémiából kijöve megteremtődött annak a lehetősége, hogy egy nyilvános rendezvényt tudjunk tartani, és olyan művészeket hívjunk, akik emelik ennek a fényét. Az 1920. június 4-i trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójáról 2010 óta a Nemzeti Összetartozás napján emlékezünk meg.